Sokat hallottam rólad. Itt van velem Mészáros András és Momo. Egy korai órán találkoztunk, ugyanis rengeteg elfoglaltsága van most Andrásnak. Miket forgatsz éppen? A sorozatot forgatom, a 200 randit. Milyen érzés a színházról áttérni egy ilyen sajos, könnyű sorozatra? Nem mondanám, hogy annyira nehéz vagy bonyolult lenne. És azt sem mondanám, hogy annyira könnyed a sorozat, mert elég érdekes témákat feszeget a szülői viszonyokat a gyerekkel. Mit gondol anyu a házasságról, mit gondol apu a házasságról. Meg hát a lányok. Ez egy egészen izgalmas téma. És te például mit gondolsz a házasságról? Ez egy fontos és jó dolog. Hiszel benne? Hiszek, mármint hogy... Hogy hiszek benne? Hát, hogy létezhet örökké tartó házasság, örökké persze, tartó szerelem. Persze, miért ne létezhetne, sőt, az a jó modell, a család. Egy elég macsó pasit játszol a sorozatban, legalábbis az első néhány rész alapján ezt tudtuk leszűrni. A való életben is ilyen vagy? Nem tudom. Nem, van egy ilyen pejoratív felhangja, ez kicsit a macsóságnak mostanában. Nem használnám ezt a szót, inkább megpróbálok jó ember lenni, és utána azon belül pedig jó férfi. A főszereplő lány, akit Gáspár Kata alakít, viszonylag nehezen ismerkedik még a sorozat elején. Neked voltak valaha problémáid az ismerkedéssel? Nem. Ja, hogy a lányokkal való ismerkedés, az mindig szorongással teli. Persze, természetesen. Mit szól hozzád? Tetszel-e neki? Hogy lesz, stb. De hát, ha az van megírva... A karaktered nem feltétlenül szimpatikus a nézőknek így első látásra. Nyilván gondolom, hogy ki fog bontakozni, hogyha meg kéne fogalmazni, hogy milyen ő igazából. Hát én megpróbáltam egy ilyen normális embert csinálni belőle. Én úgy gondolom, hogy azért titkolózik, mert fél. Fél a közvéleménytől, fél a megítéléstől. Hogy mit fognak mondani akkor a többiek, amikor kiderül, hogy most akkor a főnöknek a fiúja, és ezt nem szeretné, hogy amiatt ítéljél. Tehát, hogy nem szeretné, hogyha azt a bélyeget sütnék rá, hogy protekciós. Ez egy kicsit talán túltolja a srác, nem kell talán ennyire félteni ezt a dolgot, de hát nem vagyunk egyformák. A sorozat karakterei közül ki az, aki a legszimpatikusabb neked? Kivel ülnél le egy kávéra, ha lehetne választani? Márkkal szívesen leülnék kávézni. Miről beszélgetnétek? Hát így a élet dolgairól. Elég komoly színészgárda van egyébként a sorozatban. Ezt a magyar sorozatoktól egyre jobban kezdjük megszokni. Kivel volt a legkönnyebb dolgozni a színész kollégák közül? Igazából szinte egytől egyik könnyű velük dolgozni, mert nagyon ügyes. Az a jó benne, hogy mindenki nagyon szeretné ezt megcsinálni jóra. Mindenki odafigyel, senki sem dobja a dolgot. A stábon belül sem. Van valami különbség a színházi színészet és a sorozatbeli színészet között? Hát a filmszínészet és a színház, a színpadi munka között igen, van különbség. Egészen más technikákat kell használni. Az egyik egy nagyon finom és érzékeny dolog a kamera, amikor közel van, hát sok minden látszik. A színpadon ott lehet egy kicsit, vagy hát kell is egy kicsit megemelni a dolgot. Mind a beszédet, mind a gesztusrendszer. Ez alapvetően egy nagy különbség. Mikor visszanézed magad a képernyőn, elégedett vagy, vagy mindig találsz valamit, amin lehet csiszolni? Nem nagyon tudom megítélni magamat. Az a furcsa. Mivel kommunikációnak ilyen 90-80% a nonverbális ugye, és minden információ, minden jel, ahogy egy szemöldök felhúzás, egy mosoly, egy gesztus. És ahogy nézem magam, ugye én tudom, hogy belül mi volt, amikor én ezt dolgoztam, vagy hát így jön vissza az emlék. És emiatt nem tudom ahhoz kötni, hogy most hogy kitölteni a fantáziával, hogy vajon ez most mit jelenthet. Persze, irányok vannak, meg úgy... Ez nem nagyon most érthető, mi?
de nem nagyon tudom megítélni magamat. De azt látom, hogy amikor rossz, igen. Azt látom, hogy mikor dolgozik a színész, és mikor van jelen, mondjuk a karakter. És könnyű nem hazavinni ezeket a karakterbeli vonásokat? Ahogy lejössz a színpadról, vagy ahogy vége a forgatásnak, át tudsz váltani saját magad, de? Nem mindig. Nehéz. Néha. Vannak külső kritikusait, például a család, barátok, vagy bárki, aki nézi a játékodat, és próbál valamilyen útra terelni? Hát útra nem próbálnak terelni, de vannak egyébként. Van. Kellenek is ilyen kis külső szemekben, meg lehet bízni nekik. Megpróbálnak objektíven, persze nem tudnak, de megpróbálnak objektíven véleményt formálni a munkámról. És ezeket jó is meghallgatni. Aztán, hogy most megfogadja az ember a tanácsukat, vagy sem, az már más kérdés. Kritikát könnyen viseled? Hát a kritika nagyon fontos. Azt viselni kell. De abból lehet építkezni. Hogyha nem kap az ember kritikát, és csak azt kapja, hogy jó vagy, ez az, jól csinálod, csak így tovább, akkor így nagyon el lehet menni a málásba. Aztán egyszer csak azon kapja magát, hogy már nem mondják neki, hogy nagyon jó vagy, ez nem túl jó dolog. De hát... A 200 első randi még mindig forog. Milyen hosszúak ezek a forgatási napok? Hát kimaxolják őket rendesen. Hosszú. Hát nagyon sok a meló, nagyon sok a munka, dolgozunk, nagyon elfáradunk, de közben az, ahogy kezeljük ezt a dolgot, inkább nekem azt tetszik benne, hogy mindenki meg van terhelve nagyon, de mégis elfogadóak és nyitottak egymásra ott az emberek. Ez egy főleg fiatal nőknek szóló sorozat, és akarva-akaratlanul is előfordulhat olyan, hogy rajongó lányok körbevesznek majd titeket, férfi színészeket. Nem tartasz ettől? És hogyha esetleg történik egy ilyen, hogy kapsz levélben egy bugyit, vagy csak simán egy rajongói levelet, hogy reagálod le az ilyesmit? Hát lehet, hogy hasonlóképp, mint most, ahogy most kérdést föltetted. Nem tudom, hát nem, megvan a magam élete. Ez egy cuki dolog, ebben sose hittem. Ez olyan fura, nekem kifejezetten fura, hogyha mesztelen ciciket vagy bugyikat küldözgetnek lányok vadidegen embereknek. Ez egy fura dolog, nagyon. A sorozat utánra már vannak terveid? Mik lesznek a következő darabok, amikben láthatunk? Hát a tervem most az a sorozat utánra, hogy egy nagyot fogok pihenni. Egy jó nagyot. Ez azt jelenti, hogy egy ideig nem is színházazol? Dehogy nem, folyamatosan dolgozom. Hát le vagyok szerződve a Centrál Színházban, ahol esténként szinte minden este, de föl kell lépni és menni kell. Hogy ott milyen tervek vannak, az majd még kiderül. Aztán utána még persze van egy másik, egy alternatív színházi lehetőség, azt majd meglátjuk, hogy alakul. Tervek vannak, igen. És ha már az előbb a kutyánál tartottunk, és itt folyamatosan játszik mögötted Momo, ő tudod magaddal mindig vinni a forgatásokra? Igen, megvan rá a lehetőség, hogy elvigyük, de nem mindig jó. Most egy kicsit sokat van egyedül mostanában, és az nem tesz jót semmilyen kutyának. És egyébként úgy, ha a kutyára kevés időd van, a magánéletre van, a sok forgatás mellett azért valamennyi időd, lehetőséget pihenni, kikapcsolódni? De hát a pihenés az, hogy hazaér az ember este 11-kor bedül az ágyba és alszik. Van egy-két szabad nap, természetesen. De hát akkor inkább csak az ember így néz ki a fejéből. Nehéz a színész élet, úgy hangzik. Dehogy nehéz, tök jó. Szereted? Sose vágytál másra? Hát... ezt csinálom, miért vágyik másra? A sorozattal kapcsolatban lenne az utolsó kérdésem. Milyen meglepetésekre számíthatunk még? Nagy fordulatok lesznek? Lesznek, persze. A te karaktereddel kapcsolatban is? Meg fogjuk szeretni? Hát remélem. Nagyon jó, köszönöm szépen. 200 első randi. Új sorozat 21 órakor a Viaszat 3-on.